Mosgai József jött, látott és győzött itt Hódmezővásárhelyen. Először jött ide erre a kiállításra, és nagyon szép eredményt ért el. Hát igazából tapasztalatgyűjtésként jöttünk Hódmezővásárhelyre. Elég messziről utaztunk, Baranyából, az Ormánságból, a kis gazdaságunkból, a Mozsi Majorból, talán így ismert ez a név. És hát a tapasztalatszerzés alatt azt értem, hogy még nem voltunk ilyen nagy kiállításon, és szerettük volna megtudni, hogy mégis milyen kondícióban kell kiállítani az állatokat. A felvezetést azt hogyan is kell végezni itt helyben, illetve a különböző szörnyírási technikákat is megtanulni, mert ugye ez is része egy ilyen show-nak, illetve egy ilyen bírálatnak. Bíztunk az állatainkba, hogy jól felkészítettük őket, de ezt nem reméltük, hogy egy ilyen díjcunami vagy díjdömpinget fogunk itt elérni. Nagyon szép tenyésztői munkát végeznek odahaza, ezt ugye el is ismerték a bírálók. Honnan ez a nagy szakmai ismeret, tapasztalat? Hát igazából az elméleti alapok azok megvannak, tehát állattenyésztő mérnökként végeztem Kaposváron. Emellett pedig a környező gazdálkodók, akik voltak a környezetünkben marhatartók, őtőlük nagyon sok segítséget kaptunk, illetve hát az egyesületen belül, a Limuzin és Blond Aquitán egyesületen belül nagyon sok segítséget kapunk a kollégáktól is. Nagyon pozitívan áll mindenki hozzánk, mi is próbálunk mindenkihez pozitívan állni, és ez egy ilyen kedvező kis közeg és közösség az, amivel segítjük egymás munkáját. Mekkora tenyész állomány? Kicsit ilyen franciás méret vagyunk, tehát ugye Franciaországban is a limuzin törzs tenyészeteknek az anyaállat átlag létszáma 26 agyámban mérhető. Mi nekünk 30 anyaállatunk van, ezt maximálisan olyan 50-60 anyáig szeretnénk növelni, mert úgy érezzük, hogy ebben a kisgazdasági környezetben, kis létszámnál lehet ezt a minőséget tartani, mind az állatoknak a nevelésében, mind pedig a genetikában, és ugye gazdaságilag is ezt tudjuk átfogni egy kis gazdasági keretek között.